Külhoni vállalkozásokat is várnak az Omnipak klaszterbe. A jelenleg magyarországi cégeket tömörítő gazdasági hálózatot azért terjesztik ki a határon túlra is, hogy romániai és magyarországi cégek közösen együtt pályázhassanak az uniós piacokon való sikeres megjelenéshez. Ezt a nagy örökdi üzemet néhány hónapja alapította a helyi Kornél Szabau. Romániai étkezési diókat csomagolnak magyarországi csomagolóanyagokba, ezt pedig nyugat-európai piacokra exportálják. 300 ezer eurót fektetett be a gyártósorba, és munkahelyeket teremtett. Ez az egyik ilyen sikeresen megvalósult román-magyar vállalkozás fejlesztés a két ország határa mentén. A minőségre helyeztük és helyezzük a hangsúlyt, hogy egészséges és ugyanakkor dizájnos termékeket adjunk a vásárlók kezébe. Erre felfigyelt az egyik legnagyobb romániai hipermarket is. Környezetkímélő, speciális, több rétegű védőgázas fóliába csomagoljuk a diót, így akár 18 hónapon át friss marad, mondja a vállalkozó. Magyarországi partnerével egy üzletember találkozón ismerkedett meg. Akkor döntötte el, hogy az eddigi hazai csomagolóanyagokat korszerűbbre cseréli, így több ideig tudja garantálni a termék frissességét, és az európai piacokon is meg tud jelenni. A csomagolás technikával foglalkozó Omnipak klaszter így került Romániába, és megnyitotta első képviseletét Nagyváradon, hogy más vállalkozókkal is kapcsolatba lépjen Romániában. Rengeteg külföldi vállalkozás települt meg, gondolom a munkaerő lehetőségek miatt és a munkabér lehetőségek miatt, viszont ezek a vállalkozások a termékeiket becsomagolják. A romániai piacon még nincsenek olyan mértékben felkészülve. Vannak nagyon jó vállalatok, a szakmában kétségtelen, de messze nem fedik le a román piaci lehetőségeket. Így úgy gondolom, hogy helyünk van itt, és másnak is van helye ezen a piacon részt venni. Sikereket fogunk tudni elkönyvelni. A sikeres román-magyar piaci együttműködés érdekében megállapodás született a 29 anyaországi tagcéget tömörítő klaszter, a Bihar megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara, valamint a vállalkozói szövetségek között. A cél a nemzetközi pályázatokon való közös részvétel és új termékek, szolgáltatások gyártása, fejlesztése. Bármilyen okos mérő kifejlesztése, vagy például okos közlekedésben való részvétel, ez mindenképpen most egy fontos kulcsszó Európában. Ehhez akár mobil applikációk fejlesztése, tehát az IT területén van lehetőség. De azt gondolom, hogy Magyarországnak és Romániának is, például a mezőgazdaságban is innovatív, smart megoldásokkal lehet kísérletezni a nyugat-európai piacokon. A cégek mind a beszerzést, mind az értékesítést közös intézményi háttérrel végzik. A klaszter a nemzetközi pályázatokat folyamatosan felügyeli, így nagyobb az esély, hogy ez nyertes lesz. Nyugat-Európában ugyanakkor nagyobb árakkal lehet értékesíteni a termékeket, szolgáltatásokat egy jóval nagyobb felvevő piacon.